Megtartotta alakuló ülését Hargita megye tanácsa. Gyergyó remete is bevörösödhet. Utazásra, edzőtáborra, felszerelésre kapott támogatást a GHK. Köszöntöm nézőinket, önök a novemberi első hírműsorunkat látják, jó estét kívánok! Letette hivatali esküjét október 30-án Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának újraválasztott elnöke és az új megyei önkormányzati képviselőtestület. A megyeelnök hangsúlyozta, csapatban és őszinte munkával az egyhangú döntések és a szolidaritás mentén kíván továbbra is dolgozni. A megyeháza oszlopcsarnokában tette le hivatali esküjét Hargita megye tanácsa új testülete. Mint az Borbély Csaba újraválasztott megyei tanácselnök az eskütétele után kiemelte, az új mandátumban is az egyhangú döntések és a szolidaritás mentén kíván együtt dolgozni a képviselőtestülettel. Együttműködésben fogunk dolgozni az elkövetkező 4 évben is, olyan együttműködésben, ahol kiemelten tudjuk továbbfejleszteni az egészségügyi rendszerünket, ahol a fiatalok megbecsülése, lehetőségeknek a biztosítása számukra, a fiatal vállalkozók, a fiatal gazdák, de azok, akik iskolába járnak a minőségi oktatás elérésében, már amennyire lehet a megyei tanács hatáskörét kihasználni, ott fogunk tudni lenni mellettük. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy azok a felnőttek, akiknek esetleg ez az új időszak, és igazából láthattuk már a vírus előtt is a munkahelyeknek a fluktuációja, a különböző szakmáknak az eltűnése, és helyette újaknak a megjelenése, olyan kihívás előállítja a társadalmat, amelyben ha kell lépni, nincs is hatáskörül a megyei tanácsnak, de kell lépjünk. Kell lépjünk a felnőtt oktatásban, kell lépjünk a különböző gazdasági, beruházási projekteknek az ösztönzésében. Ezeket kell elősegítenünk, hogy Hargita megye ne egy munkanélküli megyeként megyévé váljon. Nagyon fontosnak tartjuk a civil szférával a párbeszédet, a finanszírozási rendszereknek a folytatását, az egyházainknak a támogatását. Büszkék vagyunk az egyházi programunkra, amellyel hisszük azt, hogy közösséget lehet erősíteni, az emberi szolidaritást lehet mélyíteni. Az elmúlt 8 hónap a folyamatos változásról szólt, amelyben a leköszönő testület példaértékűen és eredményesen helytállt. A különleges időkben különleges intézkedésekre van szükség, sajnos nem értek véget a kihívások. Az új testület pedig ebben a megváltozott helyzetben kell eredményeket elérjen. Közigazgatásban jártasságomat próbálom én ezt itt az elkövetkezendő 4 évben hasznosítani a megyei tanácsban. A turizmus, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, ezek azok a szakterületek, amik közel állnak hozzám, és a legjobb tudásom szerint, ahogy már említettem, próbálom ezzel segíteni Hargita megye tanácsának munkáját. Tudom azt, hiszem azt, hogy a turizmus egy olyan kitörési pont itt Hargita megyén belül, amivel foglalkozni kell, vannak elkezdett projektek, újakat kell behozni. Borbély Csaba megyeelnök kihangsúlyozta, új együttműködési lehetőség is nyílik a megyei tanács és a megyeszékhely önkormányzatával, amelyre korábban nem volt példa, de szorosabb együttműködést kíván kialakítani a többi térségek központjaival is, hiszen Hargita megye tanácsa közigazgatásilag felelős minden egyes településért és lakosaiért. A járvány kezdete óta 180 alkalmazott fertőződött meg az új koronavírussal a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban, közülük 66-an az utóbbi 2 hét során, közölte az Ager Press hírügynökséggel Sergio Szentgyorgyán, a kórház járványtani szakorvosa. Szentgyorgyán doktor szerint 43 orvos, 82 asszisztens, 25 ápoló, 11 takarító és 19 más munkakörben tevékenykedő alkalmazott tesztje lett pozitív. A megfertőződött alkalmazottak közel 40%-a, szám szerint 66 személy esetében az utóbbi 2 hét során mutatták ki a vírust. A sebészeti osztályon fertőzési góc is kialakult, itt 21 dolgozó lett COVID pozitív. Az orvos szerint valószínűleg a pihenőhelyiségekben kaphatták el a vírust. Azzal kapcsolatban, hogy miként fertőződhetett meg az egészségügyi személyzet a kórházban, Szentgyorgyán úgy vélekedett, ennek a védőruha hibás használata lehet az oka. A Hargita megyei helyzetet meglehetősen aggasztónak látja Szentgyorgyán, de mint elmondta, nincs lehetőség arra, hogy az enyhe tünetekkel rendelkező vagy tünetmentes betegeket is beutalják.
Arról is beszámolt, az egészségügyi személyzet, főleg annak a Covid osztályon dolgozó része kimerült, és kezd beletörődni a gondolatba, hogy el fogja kapni a vírust, utána pedig folytatja a munkát. Október 25-én került sárga zónába Gyergyó remete, és november 8-áig kell betartsák a besorolásnak megfelelő szabályokat. Lackó Albert elemér Gyergyó remete polgármestere szombaton tartott tájékoztatójában azonban jelezte, hogy a folyamatosan növekvő fertőzés számok miatt várhatóan hamarosan a község is átkerülhet vörös zónába. Lackó Albert elemér, Gyergyó remete polgármestere és dr. Bíró László átfogó ismertetőben tájékoztatta a lakosságot szombaton a legfontosabb tudnivalókról. Remetén jelenleg 15 vagy 16 nyilvántartott beteg van, egy még kérdéses, ebből 4 súlyosabb eset, akik a kórházban vannak, a többiek itthon, és rájuk a családorvossal való szorosabb kapcsolattartás, illetve hozzátartozóiknak a szigorú karanténja, karantén szabálya érvényes. Sajnos túl vagyunk egy haláleseten is, akinek örök nyugodalmat és a családnak vigasztalást kívánunk ezúttal is. Mi kell még, hogy ráébredjünk és rájöjjünk arra, hogy mennyire felelősségteljes magatartást kíván ez a helyzet tőlünk, hogy óvakodjunk, hogy körültekintőek legyünk, mert hogy a tapasztalataink szerint 2 véglet van még mindig. Tehát az egyik az, aki mindezek ellenére azt mondja, hogy nincs vírus, és nem foglalkozik, legyen ez fiatal, legyen ez idősebb. A fiatalabbak könnyebben beszélnek, mert hogy az ők szervezetük úgy lehet hordozó, ők maguk úgy lehetnek hordozók, hogy, és úgy fertőznek, hogy semmilyen tünetük nincs. Erről majd gondolom, hogy a doktor úr néhány gondolatot fog beszélni. A másik véglet pedig az, aki fél, stresszel, kétségbe esik, és természetesen egyik sem jó. A polgármester kihangsúlyozta, valószínűleg több tízszerese az igazolt fertőzöttek számának, ahányan a valóságban elkapták a betegséget. Hogyha elérjük a 18-as számot, akkor bevörösödik Remete is, ahogy a környéken már vannak ilyen települések, és vörös maga a megye is, ezen belül még mi sárgák vagyunk, de közel állunk, hogy bepirosodik, egy másik szabályrendszer fog érvénybe lépni. Tehát a sárgánál egy szigorúbb rendszer. Ez már az iskolát is úgy érinti, hogy teljesen át kell térjenek online oktatásra, és a mozgás is korlátozottabb lesz, meg egy sor dolog, ami között a legkevesebb az, hogy a maszkot kell viselni köztéren mindenhol. Éppen ezért az üzleteseinket kiértesítettük, figyelmeztettük minden üzlet tulajdonost, és ezáltal minden vásárlót tisztelettel arra kérünk, hogy a tavasszal emlegetett szabályokat, miszerint tekintettel vagyunk az üzlet nagyságára, egyenként szolgálják ki a kisebb üzletek az érdeklődőket vagy a vásárlókat, a nagyobb üzletekbe pedig legalább 5 méter távolság legyen, egymástól tartsuk egymástól a távolságot. A kiszolgálók, az üzlet személyzete ugyanúgy egész nap, mint ahogy minden betérő vásárló kötelező módon szabályosan a maszkot feltéve kell közlekedjen. Dr. Bíró László többek között a fiatalok és tünetmentesek felelősségére, valamint a megelőzésre hívta fel a figyelmet. Hogy ne vigyék haza az idős és különböző krónikus betegségben szenvedő hozzátartozóiknak semmilyen betegséget. Tehát most ez a koronavírus ez egy kicsit felerősítette ezeket a dolgokat, de ugyanez érvényes a szezonális influenza gripára, de ugyanúgy bármilyen más betegségre. Itt most ez egy nagyon jó példa arra, hogy és egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tanuljunk igazából egymás iránti türelmet és egymás iránti toleranciát, hogy ebből könnyebben lehessen kilépni, tovább lépni. Meg lehet bizonyos szezonális betegségeket úgymond előzni, vagy kicsit meg lehet turbózni az immunrendszert, különböző vitamin használat, tehát akár az új típusú koronavírusos
betegek esetében is a kezelésben C és D vitamin szerepel, tehát ezeket nyugodtan akár megelőzésképpen is használhatják betegek. Kérésem az az, hogy ha valaki ilyesmibe gondolkozik, akkor inkább beszéljünk róla. Nagyon szívesen segítünk, útmutatást adunk. Gyergyó Remetén karanténtáblát helyeznek ki, ha bebizonyosodik, hogy igazolt fertőzött vagy otthoni elkülönítésben, karanténban lévő tartózkodik az adott helyen. Több helyről kapunk hivatalos információt, de megkésve. És ezért van az, hogy valaki beteg, éppen otthon van, vagy kontakt, már napokon keresztül, 2-3 napja, és még mindig nincsen körülötte világos helyzet, azaz, amit itthon gyakorolunk, és tényleg köszönöm, hogy mindenki már olyan is van, aki kéri, hogy tegyék ki már végre azt a karantén jelzőtáblát. Tehát amihelyt megtudjuk a hivatalos információt, mi lépünk, és aki viszont tudja magáról korábban, az magára nézve a szabályokat tartsa kötelezőnek, tehát maradjon otthon, ne menjen el még se szerszámot vásárolni, se nem tudom mit csinálni, hanem akkor abban a pillanatban, hogy megtudta, maradjon otthon, és csak az udvaron közlekedjen, vagy csak a házba tartózkodjon. Védekezzünk, vigyázzunk egymásra és magunkra. Ez a fontos továbbra is, nem csak a Gyergyó Remetén élők számára. Szilágy, Kolozs, Temes és Fehér megyében a legmagasabb az elmúlt 14 napban jegyzett új koronavírusos esetek összesített száma 1000 lakosra vetítve, tájékoztatott vasárnap a stratégiai kommunikációs csoport. A fertőzöttségi arány Szilágy megyében meghaladta az 5000-eléket, Kolozs, Temes és Fehér megyében a 4000-eléket. A GCI szerint az utóbbi 14 napon regisztrált esetek összesített száma meghaladja 2000-es küszöbértéket Hargita megyében is, itt 2,89 ez az érték. A járvány eleje óta összesen 246.663 személynél igazolták a koronavírus fertőzést Romániában. A hideg időjárás ellenére is tovább tart a gombaszezon. A sok esőzésnek köszönhetően a párás őszi hetekben bőséges termés található az erdőkben. Azonban fontos, csak azokat a gombákat szedjük le, amelyekről biztosan tudjuk, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Ha mégse vagyunk biztosak magunkban, kérjünk szakértői segítséget. Sokan azt gondolnák, hogy a hideg időszak beköszöntével véget ér a gombászati szezon, ám ez nem így van. Ahogy egyre hűvösebbre fordul az időjárás, az erdő jobban megtartja a nedvességet, ami különösen kedvez a fejlődő gombafonalaknak. A kiadósabb esőzéseket követő ködös párás őszi hetekben szinte berobban az erdő. Eljöttünk a szüleimmel gombázni, találtunk sok-sok csipekét, készítünk belőle egy finom ebédet. Szereted a gombát? Igen. Iratlan erdőszabályok szerint saját felhasználásra legtöbb 2 kg gombát gyűjtsünk egy alkalommal, lehetőleg csak az ehető vagy annak vélt gombát szedjük le, és ne tapossuk el a többi fajt, hiszen azok is az erdő szerves részei. Összesen mintegy 2000 gombafajta létezik, közülük csak néhány százzal találkozhatunk természetjáráskor. A csiperkegombák nemzetsége 300 fajból áll. Ez, amit éppen most a kezemben tartok, ez az erdőszéli csiperke, könnyen felismerhető a jellegzetes formájáról és illatáról. A csiperkék mellett igen ízletes faj az őzláb, ilyenkor ősszel sokat találunk a lomb- és fenyőerdőben egyaránt. Őzlábút, azt meg szabad enni, az őzlábút. Ott van még a vargánya, a fenyőpereszke, a lilapereszke, a tőkegomba, a laskagomba, vagy a fenyőtinórú. A legszebb mérgező gombának a légyülő galóca számít. Utána érdeklődtünk, hogyan kell megfelelően szedni a gombát. Két megoldás, amit javasolnak. Az egyik az, hogy a tömbnek az alsó részét vágjuk el éles késsel, bicskával. A másik pedig az, hogy finoman csavaró mozdulattal kell a gombát kiszedni a földből. Mind a kettő hasznos, olyan értelemben, hogy a tulajdonképpeni gomba a földbe levő micélium telep kevésbé sérül meg.
Ha valaki gombát gyűjtött az erdőben, de nem biztos abban, hogy az ehető, a Málnási László Gombász Egyesület honlapján a gombavizsgáló szakellenőrök címszó alatt megtalálja a marosvásárhelyi szakemberek elérhetőségét, akik ingyenesen megvizsgálják a gombákat. Hivatalos bevizsgáló központ a régióban egyelőre csak Sepsiszentgyörgyön működik. A társas összejövetelek, mulatságok elnapolására kérte a fiatalokat Ludovik Orbán. A kormányfő kifejtette, hogy bár a fiatalok zöme tünetmentesen átesik a betegségen, a fertőzést továbbadhatják családtagjainak, nagyszüleiknek, akikre nézve veszélyes a vírus. Emellett a miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nem lesz felvonulás a december 1-i román nemzeti ünnepen, szilveszterkor pedig az emberek megszállhatnak ugyan kereskedelmi szálláshelyeken, de nem tarthatnak óév búcsúztató bulikat. A GHK több pályázata is kedvező elbírálást kapott, így a megyei tanács idén is szép összeggel tudta támogatni a gyergyói csapatot. A járványhelyzet miatt megfogyatkozott bevételek ellenére is a támogatóknak köszönhetően stabil a csapat anyagi helyzete. Sajtótájékoztatón számolt be Berecki Szilárd, a GHK menedzsere és Barti Tihamér megyei tanácsalelnöke azokról a támogatásokról, amelyekkel hozzájárult Hargita megye önkormányzata ahhoz, hogy ebben a speciális évben is gördülékenyen tudják folytatni tevékenységüket a gyergyószentmiklósi hokisok. Minden évben az elmúlt években a Hargita megye tanácsa is megpróbálta kivenni valamilyen este részét a hokiklub támogatásába. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, amilyen támogatásra van szüksége a hokiklubnak ahhoz, hogy működjön, elenyésző az a támogatás, viszont örvendünk, hogy minden évben sikeresen tudnak pályázni a hokiklub menedzsmentje, úgyhogy elsősorban ez díjazandó, és örvendek, hogy úgy felszerelés, mind kiszállás, mind mérkőzés költségek szempontjából hozzá tudunk mi is tenni azokhoz a költségekhez, amelyek terhelik a hokiklubot. A megyei tanácstól felszerelésvásárlásra 14 ezer lejes támogatást kapott a csapat. A román bajnokságban való részvételre szintén 14 ezer lejt nyertek, edzőtáborra és utazásra pedig 10-10 ezer lej támogatást kaptak a megyétől. Igen, a megyei tanács által kiírt sportpályázatokra benyújtottunk 4 pályázatot, minden 4 pályázatunk nyert, ebből az érdi edzőtábort, az Erste Ligában való részvételhez az utazás költségeket, a román bajnokságban való részvétel mérkőzés költségeit és a felszerelés egy részét kaptuk, összesen 48 ezer lejnyi támogatást kaptunk a megyei tanácstól erre a 4 pályázatra. Berecki elmondta, a koronavírus járvány és az ebből adódó megszorítások óriási kiesést jelentenek a gyergyói hokiklubnak. A bevételek kiegészítésére próbáltak olyan támogatói bérleteket értékesíteni, amelyekkel ugyan mérkőzéseken nem lehet részt venni, hiszen azok tiltás alatt vannak, csupán támogatói jelleggel bírnak. Azt tapasztalták, kevés volt ezek iránt az érdeklődés. Ennek ellenére a csapat anyagi fedezete stabil, hiszen ebben a nehéz helyzetben is a GHK támogatói klubja menedzsmentje biztosítja a klub működését. Köszönet jár az egész hokiklub menedzsmentjének, a hokiklub támogatói csapatának, hogy ebben a nehéz időszakban támogatják a csapatot. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire a hoki szeretetről szól ez a mozgalom, ami itt Gyergyóban van, és nem arról, hogy milyen jövedelmei vannak a csapatnak, hiszen ebben az időszakban valószínű, hogy mindenki gondolja, hogy nem jövedelmekről beszélünk, hanem nagyon nagy kiadásokról, ami a csapatot illeti. Úgyhogy én is arra bátorítok mindenkit, aki teheti, az támogassa a hokiklubot, ha kisebb, nagyobb mértékben tudja, de minden támogatás jól jön. A megyei tanács részéről Barti továbbra is támogatásukról biztosította a GHK csapatát. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra holnap!